Köszöntöm Önöket az Álláspontban, ahol ismét hasznos és közérdekű információval látjuk el nézőinket. A nyári szélsőséges időjárás miatt a gépjárművezetőknek még körültekintőbben kell a volán mögé ülni. Így mai műsorunk második felében ennek kapcsán ismerhetnek meg hasznos vezetéstechnikai tippeket, de előtte megtudhatják, hogy hogyan érdemes és milyen tűzifát beszerezni az őszi szezonra. Tartsanak velünk! Üdvözlöm, köszönöm szépen, hogy elfogadta a felkérésünket. Üdvözlöm én is a hallgatókat, és köszönjük a meghívást, a lehetőséget. Több olyan hír olvasható már az interneten, hogy akár augusztusban is érdemes beszerezni a tűzifát őszre vagy télire. Ez valóban így van-e? Kérem, kezdjük beszélgetésünket ezzel, illetve azzal, hogy még milyen szabályokra érdemes odafigyelni tűzifa vásárlásakor. Mindenképpen érdemes minél hamarabb beszerezni a tűzifát, tűznélik, akár egy másfél évet is jó, ha szárad, és ennek folytán javul a fűtési teljesítménye. A nedves fának összhiedelemmel ellentétben sokkal kisebb a fűtőértéke, hiába sokkal súlyosabb, testvesebb a vásárláskor. Tehát kifejezetten a jó száraz könnyű tűzifával érdemes fűteni, az 30-40%-os energiamegtakarítást is jelent. Úgyhogy mindenkit arra buzdítunk, hogy igen, mielőbb vásárolja meg, tárolja be szellős helyre a fát, és próbálja megszárítani a fűtési idényük. Nagyon jó információk már most elhangzottak, hogy legyen száraz, tároljuk jó levegős száraz helyen, viszont még ha tűzifa vásárláskor, mire érdemes odafigyelni? Hát elsősorban arra, hogy ne vágjanak át bennünket. Sajnos mostanában hatóságunknak a legtöbb munkát az adja, hogy lakossági bejelentések alapján megpróbáljuk a csalókat kiiktatni a rendszerből. Egyre rafináltabbak a csalók, ők sajnos ugyanúgy olvassák a mi honlapunkat és híreinket, mint a fogyasztók, és egyre inkább fölkészülnek arra, hogy hogyan próbálják megtéveszteni az embereket. A legfontosabb az, hogy ismert tűzifa kereskedőtől próbáljunk megvásárolni. Ne az ár legyen az elsődleges. Egyrészt azért, mert a mennyiség az, ami az árral nagyon szoros összefüggésben van, és a mennyiséggel nagyon át tudnak vágni bárkit. Tehát ezerféle mértékegység kering az interneten is, meg a hirdetésekben, erdei köbméter, szórt köbméter, rakott köbméter, egyebek. Ehhez képest én azt gondolom, hogy ha az ember egy megbízható, ismert tűzifa kereskedőhöz megy, akit egy év múlva, két év múlva, három év múlva is föl lehet keresni, és aki ebből akar tartósan megélni, nem csak alkalomszerűen hirdet, akkor ő nagy valószínűséggel pontos információt fog arról adni, hogy nálam kérem szépen egy tömör köbméter faanyag, az ennyibe kerül, egyébként pedig úgy fogom önnek kiszállítani, hogy a platóra szórtam, fölteszem, vagy rakott palodába, ha szórtam, teszem fel a platóra, akkor megérkezem, tessék lemérni nyugodtan a plató méretét, ez alapján, a plató mérete alapján meg milyen magasan van fölrakva a tűzifa, meg lehet határozni, hogy hány űrméter, ez egy ilyen fa és levegő vegyes térfogat egységet jelent, tehát hány űrméter a szállítmány, általában azt szokták mondani, hogy egy szórt köbméter, az, vagy két szórt köbméter az egy tömör köbméternek felel meg, és így összehasonlítható lesz, hogy a kereskedő azt mondja, hogy én egy tömör köbméter faanyagot ennyiért adok, kiszállított mennyiség 4 űrméter, akkor mi 2 tömör köbméter faanyagot vásárolunk ennyi pénzért, és a tömör köbméteres ár az, amit általában össze lehet minden mással hasonlítani, tehát tömör köbméterbe kérdezzük az árat, és utána legyünk biztosak abba, hogy a kereskedő engedi meggyőződni a kiszállításkor, meggyőz arról bennünket, hogy lemérhetjük az űrméter térfogatot. Mi az, ami még mondjuk gyanús lehet, mert hogyha már elkezdtünk arról beszélgetni, hogy nagyon sok sajnos ilyen átverés van, vagy nem valós hirdetés kering az interneten jó minőségű tűzifa reményében, hogyan tudjuk kiszűrni, hogy ki az, aki valódi megbízható kereskedő, vagy ki az, aki csaló? Mi a tapasztalatból azt mondjuk, hogy Facebookon nem érdemes tűzifát rendelni. Tehát akinek a Facebookon jut már csak hely, hogy a termékét hirdesse, és máshol nem hirdeti, tehát félreértés ne essék, jogszerűen működő tűzifa kereskedők is
hirdetnek a Facebookon, de ott megadják a saját telephelyüket, egyéb elérhetőségüket. Ez itt teljesen rendben van. De ha valaki csak a Facebookon van jelen, akkor az nagyon nagy valószínűséggel sehol máshol már nem tud hirdetni, így próbál áldozatokat szerezni, ott számoljunk azzal, hogy átverés áldozata lehetünk. Ráadásul ezeket a Facebookos hirdetéseket a mi hatóságunk se tudja hatékonyan ellenőrzni, a Facebook nem együttműködő a magyar hatóságokkal, a küzdjük a hirdetések ellenőrzése, vagy akár törlése tekintetében. A szállítójeggyel fogadjunk el. Kérdezzük meg, mielőtt megrendeljük a fát, hogy tudnak-e nekünk adni szállítójegyet, nem szállítólevelet, nem készpénzfizetésre, számlát, ennek a dokumentumnak ez a neve, egy szállítójegy. Aki ismeri ezt, aki tudja, és regisztrált szállítójegyet a névliknél, mármint használat előtt ezeket a szállítójegyeket be kell jelenteni, tehát ezt jelenti, hogy a névliknél regisztrált, és ezekkel a fogalmakkal, tisztálóban ezektől nem ijed meg, vagy nem kezd mellé beszélni, ez már bizalomra adható. Akik jogszerűen kereskednek tűzifával, be kell, hogy hozzá jelentkezzenek, és egy EUTR azonosítót kapnak. Ez egy hatósági nyilvántartási azonosító szám, amelyet, hogyha beírjuk a Google keresőbe azt, hogy EUTR kereső, akkor a NABIC honlapját első között fogja fölhozni. Ott elolvassuk azt a pár mondatos leírást, beírjuk a kereskedőtől kapott EUTR számot, és meggyőződünk arról, hogy ki van emögött az EUTR szám mögött. De már a hirdetés felvétele során említjük a kereskedőnek, hogy tessék szíves lenni megmondani az EUTR számát, és én ezt meg fogom nézni a NABIC felír keresőjébe, vagy EUTR keresőjébe, akkor a legtöbb csaló ettől már visszahőköl, mert tudja, hogy egy képzett vásárlóval van dolog. És mi ezt szoktuk mondani, hogy azért olvassák el a honlapunkat, és azért próbáljanak meg az ott nyert információkkal operálva tűzifát rendelni, mert akkor látják a csaló, hogy hoppá, itt egy felkészült vásárlóval van dolga, ha kimegyek, akkor nagy valószínűséggel föl fogja írni a teherautóm rendszámát, nagy valószínűséggel nem fogja átvenni tőlem az árut, még ha egy kicsit handabandázok is, ha nem viszek megfelelő dokumentumot. Tehát legyünk felkészültek, ezt pedig úgy tudjuk megtenni, hogyha a Google keresőbe beírjuk azt, hogy tűzifa csalók elkerülése, vagy valami hasonló szöveget, mert megint csak a névüknek egy nagyon rövid tájékoztató, összefoglaló információját fogja földobni a net, illetve csináltunk egy fekete listát is, tehát a lakossági bejelentések alapján a csalók telefonszámát, a leggyakrabban használt telefonszámot, vagy megtévesztő EUTR azonosítót, azt fölvittük egy kereshető adatbázisba, úgyhogy a Google keresőbe ezt beírják, hogy NABIC fekete lista, akkor megint csak ez a lista fog följönni, megnézik, hogy az a telefonszám, amin megrendelik a tűzifát, az szerepel-e. Nagyon sokáig használják a telefonszám, ezeket a telefonszámokat, a csalók. Sokszor, ha megjelenik a fekete listán, 2-3 hónapig pihentetik, majd megint földobnak egy másikat, úgyhogy ezeket a kulcsszavakat érdemes megjegyezni a Google keresőben, hogy tűzifa csalók elkerülése, NABIC fekete lista, meg EUTR kereső, és ezekkel az adatbázisokkal elég jó információkhoz jutunk az, hogy nagy valószínűséggel elkerüljük a csalókat. Milyen a jó tűzifa, hogyha valaki mondjuk most szeretne életében először vásárolni, akkor melyik az a fafajta, amelyiket érdemes beszerezni? Akiért a fafajokhoz, azoknak az akác, a bükk, a tölgy, a gyertyán, a cser sokat mond. Aki kevésbé, az annyit jegyezze meg, hogy kemény lombos tűzifa. Persze, hogyha csak ennyit ért, akkor nagyon nehéz megállapítani, hogy amit kihoztak, az valójában micsoda. De erre szolgál a szállítójegy, hogyha valakinek van szállítójegye, akkor köteles föltüntetni azon a fafajok megnevezését, és azt is, hogy mondjuk összefoglaló névvel ő most fenyőtűzifát hozott, lágylombos tűzifát, vagy kemény lombos tűzifát, és általában az árat is így határozzák meg, a kemény lombos tűzifa, mivel magasabb a fűtőértéke, általában drágább is. Országos átlagárakat sajnos nem tudok mondani, mert eléggé eltérnek, nyilván szállítási távolságtól is egyébként nagyon sokszor függ az ár, hiszen a szállítási költség is elég jelentős lehet, valamint a feldolgozottsági fok.
Ha valakinek van ereje, ideje, esetleg egy saját kisebb motorfűrésze, akkor akár 4 literes tűzifát is rendelhet, és saját maga fölkubízhatja, fölhasogathatja. Van, amikor csak ilyen hengeres kubli alakba kérik a kiszállítást, és a hasogatás megint csak a megrendelőre marad meg, van, amikor abszolút konyhakész, amikor már kuglizott, hasított, tehát szinte kályhakész, hogyha kész állapotba szállítják. Nyilván a feldolgozottsági fok is az ár felhajtó tényező között szerepel. Kérem, beszélgetésünk zárásaként vizsgáljuk meg azt az esetet is, amennyiben önök szakemberek szabálytalanságot vesznek észre itt a nem létező kereskedőknél, akkor rájuk milyen bírság várhat, vagy milyen szankciókat szabnak ki? Az uniós jog alapján széleskörű szankciós rendszert kellett minden tagállamnak alkotni. Magyarországon bírságként erdővédelmi bírságot szabhat ki a névük a tűzifacsalókra is. Természetes személy esetében ez akár 50 millió is lehet, gazdasági szereplők esetén ez 500 millióig terjedhet, de emellett az illegális tevékenységhez használt gépjármű forgalomba helyezését, vagy forgalomba tartását is tilthatjuk, tehát használatát. Telephelyet is bezárhatunk, ha megtaláljuk a telephelyet. Sajnos Facebookos tűzifacsalók esetében ilyenekről szó nincs, de el is kobozhatjuk akár a fa terméket, hogyha éppen tettenérésről van szó egy próbavásárlás kapcsán. A tevékenységet ilyen esetben általában határozott ideig, vagy bizonyos feltételek teljesítésére, amit jogszerűen nem próbálja folytatni a tevékenységét, felfüggesztjük és megtiltjuk. Nagyon szépen köszönöm, hogy interjút adott nekünk. Nagyon köszönjük a lehetőséget a Névik részéről. Maradjanak velünk, ugyanis a folytatásban Csörgő László vezetéstechnikai oktatóval fogok beszélgetni. Üdvözlöm, nagyon szépen köszönöm, hogy most is elfogadta a felkérésünket. Üdvözlöm a nézőket és önt is. Ugye tavaly is beszélgettünk már arról, hogy nyáron azért kaotikus az időjárás, és ilyenkor még jobban oda kell figyelni a vezetés technikára. Éjszaka is esett, de ma már kánikula várható. Ilyenkor milyen hatással van ez a furcsa időjárása a gépjárművezetők szervezetére? Kezdjük egy picit, én azt gondolom az elejétől, tehát, hogy különböztessük a nyári vezetésnél, hogy a felkészült autó és a felkészült sofőr. Jó, én azt gondolom, hogy kezdjük az autóval. Tehát először is az autót föl kell készítsük. Ugye ilyenkor már remélhetőleg a téli gumik lekerültek, a megfelelő tapadást biztosító nyári gumi van már az autón. Nagyon fontos ilyenkor nyáron melegben az autó műszaki állapota, és elsődlegesen a hűtési rendszerére gondolunk. Ugye nagyon sokszor van az, hogy egyre több autó, ugye nyáron nagyon sokan előjönnek téli garázsból, elkezdik használni az autójukat, ebből adódóan ugye nagyon sok autó van az úton. Sokszor van dugó. A dugókban eléggé megerőltető a gépjárműnek a hűtési rendszerének a munkája, a dolga. Ebből adódóan elsődlegesen ez nagyon fontos. A második, legyen megfelelő szellőzésünk az autóban. Ugye a kánikulában a klíma nagyon jól jön. Az az autó, amelyikben benne van a klíma, célszerű kitisztítani. Ezen felül én azt gondolom, hogy az autóknak a jelzőberendezéseire, a fényjelzőberendezéseire is oda kell figyelni. Előfordulnak olyanok, mint éjszaka volt ezek a nagy záporok, zivatarok, és a poros útfelület nagyon hamar bekoszolja a jelzőberendezéseket, tehát féklámpát, irányjelzőket, sőt a fényszórókat is. Nehezen látok már sötétben. Tehát a felkészült autónál én azt gondolom, ezek nagyon fontosak, hogy meglegyenek. És akkor térjünk rá, ugye, amit volt a felkészült sofőrre. Ugye élettanilag ez a hirtelen időjárás változások nagyon megviselik az emberi szervezetet. Figyeljünk oda, akinek esetleg valamilyen olyan szervi problémája van, hogy érzékeny a frontok vonulására, az azért fontolja meg, hogy mikor indul el hosszabb útra, vagy mikor ül autóba, mert egy fejfájós, feszült ember a volán mögött, én azt gondolom, átragassza a környezetére ezt a feszültséget, és balesetveszélyes lehet a közlekedése. A szervezetet a meleg nagyon megterheli, ebből adódóan ugye folyadékvesztésen elkezdünk izzadni. Ezt pótolnunk kell. Nagyon fontos, legyen az autóban nyáron mindig egy palack vízünk, amit tudunk inni, tudjuk pótolni az elvesztett folyadékot, hidratáljunk folyamatosan. A dehidratált ember sokkal hamarabb fáradékonyabb lesz, feszült lesz,
És megint csak azt mondom, hogy a közlekedésünkre ez megint csak kihat, a kezünkön keresztül ez a fáradékonyság az ingerültséggel együtt áttevődik a gépjármű irányítására. Ezen felül én azt gondolom, hogy a hosszabb utaknál megfontolandó, ilyenkor ugye nyáron nyaralni megy a család, megfontolandó, hogy hogy készülünk föl szervezetileg erre az útra. Célszerű ugye kipihenten elindulni egy hosszabb útra, célszerű többen vezetni. Tehát, hogyha van a párunknak is jogosítványa, akkor igenis osszuk meg azt a vezetést. Én tudom nagyon jól, hogy a férfiak nagyon jól tudnak vezetni, szeretik a határukat feszegetni. De egy 7-800, akár 1000 kilométeres vezetés után valljuk be, elfárad a szervezet. Tehát lehet bármilyen modern új autó. Én úgy érzem, hogy fit vagyok, de a reakcióidőm már sokkal hosszabb lesz a 800. kilométernél, mint az elején. Tehát azt szoktam javasolni, hogy amikor a párunkkal megyünk, vagy valamilyen társasággal, szabjuk meg a kilométereket, hogy jó, rendben, akkor 300 kilométerenként cserélünk. Teljesen mindegy, hogy el vagyok fáradva, vagy nem, tessék cserélni, és utána megint visszajövünk. És akkor ez egy ilyen kicsit ilyen kipihentebb, vagy kicsit ilyen nyugodtabb utat tesz lehetővé. A beszélgetésünk további részében is tegyünk különbséget itt a nagy kánikula, illetve a viharok mellett, mert érdemes megvizsgálni, hogy azért így a nyári évszakban vajon ezek a közúti balesetek vagy figyelmetlen koccanások miből fakadnak leginkább. Ugye hát ezek a figyelmetlen koccanások, amit említettünk, ugye sokkal több autó van ilyenkor az utakon, nagyobb a dugó, tehát nagyobb a forgalom feltorlódása, és ilyenkor az emberek általában hajlamosak figyelmetlenül vezetni. Tehát úgy is lassan megyek, hányszor van ez? Lassan megyek, csak elolvasom ezt az egy SMS-t. És ahogy gurul a sor, ez a ráfutásos balesetek igen jellemzőek nyáron, pont ebből kifolyólag, hogy egy kicsit fáradtabbak vagyunk már, egy kicsikét a meleg elnyom minket, na még akkor a figyelmemet is egy másik dologra irányítom, és puff, megállt előttem az autó. Ugye lassan megyünk, van időm? Nem, nincs időnk. Tehát fogadjuk el azt, hogy nagy kánikulában a tömegben is elsődleges dolog a környezetünket figyelni, az autó környezetét, és együtt élni a forgalommal. Abban a szituációban, amiben bekerülünk, villámgyorsan megoldásokat kell találjunk. Ha a figyelmünk nincs ott, nem fogunk megoldást találni arra a baleseti vészhelyzetre, hogy esetleg elkerüljük. Ugye a változékony időjárás, amit említett is, hogy nagyon meleg van, a másnap nagyon hideg van. Ugye elfelejtjük azt, hogy egy nedves, egy vihar után nedves, csúszós út, akár egy udvarázdák, amiben megült a víz, ez nagyon veszélyes lehet, ugye? Nem megfelelő gumival az autó esetleg felúszik ezen a vízen. Tehát fontos az, hogy a gumi barázda mélysége a nyári gumiknak mindig megfelelő legyen. Hajlamosak vagyunk, ó, nyári gumi, jó ez még egy szezonra. Nem. Tehát a gumi, a tapadás az életünket menti meg a közúton, és esetleg egy ilyen nyári zápor után a útvályukba benne maradt vízen nagyon hamar megúszik az autó, és irányíthatatlan marad. És ugye amikor egy hétig jó idő van, az ember hozzászokott arra, hogy megfelelő a tapadása, nagyon jó, majd leesik egy ilyen hirtelen zápor, mint most éjszaka, nedves az útfelület, elveszítjük nagyon hamar a tapadást, nem tudjuk megfogni az autót, és kialakulnak a balesetek. Általában a másik, ami nagyon jellemző, én azt gondolom, nyáron a gyorshajtások. Erről most nagyon sokat beszéltünk a gyorshajtásról. Ugye abban a szituációban, hogy meleg van, jó idő van, általában az emberek gyorsan, hamar oda szeretnének érni, ahova mennek. Ugye az útfelület is tiszta, azt mondja, hogy hú, jól tapad, nem úgy, mint télen vagy ősztel, ugye, hogy ottan sikos, változékony a felület. Ezért nagyon hamar az a gázpedál egy centivel jobban lenyomódik, és észre se vesszük, és már is átléptük a sebességhatárokat. És amit itt kiemelnék, hogy nem feltétlenül a út szakaszra megadott sebességhatára fontos, hanem a relatív gyorshajtás is nagyon sokszor közrejátszik a nyári balesetekben. Nagyon sokszor látjuk, hogy a hány sofőr annyiféleképpen tartja, fogja a kormányt. Önök szakemberek javasolnak valamit, hogy hogyan érdemes, célszerű, ami által még jobban el tudjuk kerülni akár a baleseteket, vagy kikerülni a rossz útfelületeket? Igen, hát általában, hogyha vezetéstechnikai tréningre érkezik az ügyfelünk, vagy az, aki érdeklődik ezután, ott kezdünk rögtön, hogy üléspozíció és kormányfogás. A biztonságnak az alfája. Hát ha nem tudom biztonságosan irányítani az autót, akkor nem tudom biztonságosan vezetni és elkerülni a vészhelyzeteket. Amit javaslunk, kormányfogást, ugye régen a 10 óra 10 perc volt, ez már megváltozott, és most a 9 és 3 óra. Tehát 9 és 3 órán javasoljuk fogni a kormány, méghozzá azért, mert a modern autókban már vannak légzsákok,
Tehát nem ütközik bele a kezünkbe, hogyha 9-3 óránál fogjuk, nem ide mellénk, és a légzsák kiváltja valóban a hatást. A másik dolog pedig az, hogy itt tudom a legnagyobb kormányszöget elfordítani. 9 és 3 órán, úgyhogy ne engedjem el a kormányt. Tehát nagyon fontos, biztonságos üléspozíció, egyenes hát, merőleges háttámla, hajlított láb, hajlított kéz, és a kormányfogás pedig 9 és 3 óránál, hogy azonnal tudjunk reagálni az esetleges felmerülő vészhelyzetekre. Most már több ízben szóba jött azért ez a nagy nyári záporzivatar. Ilyenkor egyébként érdemes elindulni, mert sokszor mondják, hogy az autó igenis biztonságos még a viharok frontján is, terén is. Hát igen, ez az érdemes elindulni, itt legfontosabb dolog, ismerem saját magam és az autónak a határai. Bizony már van olyan nagyobb záporok, zivatarok, pláne ilyenkor nyáron, amikor azt mondja az ember, hogy várjunk egy kicsit, tehát tudjuk, ezek a nyári záporok nagyon hamar lemennek. Ha leszakad az ég, általában egy 15-20 perc, fél óra, és megáll ez a hatalmas vihar, romlik a látási lehetőség, korlátozottak lesznek a látási viszonyok. Ilyenkor célszerű, akár autópályán megyek, egy picikét leállni, félreállni, nem a leállósávban, hangsúlyozom, hanem menjek ki egy benzinkúthoz, egy pihenőhelyre, és esetleg várjam meg, míg csendesedik a vihar. Tehát én azt gondolom, hogy aki tisztában van a saját maga és autónak a határaival, ugye a megfelelő, itt az autónál mondom, visszatérünk arra, hogy nyáron, ami előbb kimaradt, az ablaktörőlapátok nagyon fontosak, ugye, hogy megfelelően tisztán tartsák a szélvédőt itt a poros, koszos út után. Tehát az embereknek is, tehát magunknak, a sofőröknek a határait ismernünk kell, bírok-e vezetni, merek-e vezetni ilyen esőben, az autóm képes erre, hogy megfelelő tempóval haladjak, ugye, mert nagyon sokszor az a baleset veszélyes, ha valaki félénken egy ilyen zivatarban sokkal lassabban vezeti, indokolatlanul lassan vezeti az autóját. Ez is ugyanolyan baleset veszélyes, mint hogyha valaki szágúdozik ezekbe a viharokba. Itt a beszélgetésünk során nagyon sok érdekes és hasznos információ elhangzott, így ennek zárásaként milyen fontos mementókat tudnak kiemelni, amivel egy picit még jobb belátásra bírja a sofőröket, gépjárművezetőket? Én azt gondolom, hogy legelső dolog a türelem, az empátia, és azt, hogy igenis fontoljuk meg azt, hogy mik a határaink, legyünk tisztában a határainkkal, és ennek tükrében vezessük az autónkat. Nagyon szépen köszönöm, hogy most is interjút adott nekünk. Én is köszönöm, hogy megkerestek, további szép napot és balesetmentes közlekedést kívánok. Köszönöm a megtisztelő figyelmet, tartsanak velünk jövő hét pénteken is, amikor ismét hasznos és közérdekű információkkal jelentkezünk majd itt az Álláspontban. Viszontlátásra!